Üdvözöllek! Ebben a videóban egy olyan megoldást nézzünk meg, amelyen rendkívül egyszerűen küldhetünk interneten keresztül fájlokat másoknak, anélkül, hogy nekünk regisztrálni kéne, vagy programokat letölteni és telepíteni kellene, vagy mindenféle bonyolult beállítások nélkül megoldható lesz ez. Ehhez ez a justbeamit.com weboldal nyújt nekünk segítséget. Itt tulajdonképpen annyit kell csinálni, hogy egy fájlt ide ráhúzunk, itt írja is egyébként. Ez úgy menne, hogy előveszünk valamilyen fájlkezelőt, a balegér gombot lenyomva rajta a kérdéses fájlon, egy darab fájlon, ide ráhúzzuk. Látható, hogy megjelenik egy ilyen szaggatott keret. És ennyi. Ha mégse szeretnénk, akkor törölhetjük is innen ebből a listából, de egyébként a Create linkre kéne kattintani, és ezt a linket kéne odaadni annak, akinek ezt a fájlt szánjuk. Ennek annyi a hátránya, hogy mappát nem lehet vele küldeni, viszont egy fájl esetében, ami nagy méretű, tökéletesen használható, és nyilván, ahogy látható, ez lehet akár egy tömörített fájl is, amiben elhelyezhetünk egy csomó másik fájlt. Például a zipbe tömörítve, hogyha a legkisebb mértékű tömörítést választjuk, akkor nem is fog olyan túlságosan sokáig tartani a tömörítés sem. De amúgy mindenféle típusú fájl esetén ez használható. Tehát ezt itt ki kéne jelölni, hogyha beleklikkelsz, akkor ez kijelölődik automatikusan teljesen, és akkor Ctrl-C. Ezt a linket valakinek el kell küldeni. Emlékeim szerint 10 percen belül kell elküldeni, különben újabb linket kell itt készíteni. Tehát most ezt adattam valakinek, megnyitom egy másik böngészőben, ezt bemutatandó, és látható, hogy ilyesmit fog látni az, akinek ezt a linket elküldjük, és akkor ide kell kattintani erre az ikonra. Elindul a letöltés, és látható, hogy már meg is szereztem ezt a fájlt. Gyakorlatilag ez így működik, ennyi. És ennek az előnye, hogy tulajdonképpen korlátlanul nagy méretű fájlokat is át tudunk így küldeni, tehát több gigabájtos fájlokat is átküldhetünk mindenféle gond nélkül, és nem kell tényleg regisztrálni meg semmit sem, ez így ennyi az egész tulajdonképpen. Most újra töltöm ezt az oldalt, F-öt, és akkor itt ebből készítek még egy példányt. Mi történik akkor, hogyha több fájlt kijelölök, és ráhúzunk ide erre. Látható, hogy ebben az esetben mind a kettő itt megjelenik. Create link. Kimásoljuk ezt a linket. Odaadjuk valakinek. És ebben az esetben, ha minden igaz, egyetlen fájlban fogjuk ezt megkapni, ezt a két fájlt. Most ezt meg is nyitom, hogy lássuk, hogy tényleg benne van mind a kettő fájl, és igen, valóban itt van mind a két fájl ebben. Tehát akár több fájlt is át lehet így küldeni. Mondjuk nagyon nagy méretű fájloknál nem javaslom, hogy így egyszerre többet küld. Talán azokat célszerűbb külön-külön, de sok kisebb méretű fájlnál ez egy elég jól használható dolog, hogy így egy fájlt készít belőle, és akkor az egész az lejön egyben. És hát ez igazából ennyi. Még annyit, hogy itt a videó tanfolyamon egyébként már korábban megnéztünk egy ilyen hasonló programot. Itt az ingyen videók között ez megtalálható, hogyha rákeresel arra, hogy elég ennyi is, hogy a legjobb fájlküldő, akkor itt van. Hogyha ilyen fájlküldéssel kapcsolatos problémáid vagy dolgaid lennének, akkor ezt is célszerű megnézned, mert ez is egy eléggé jó megoldás. Ez egy picit több munkával jár ennek a használata, mint ennek. De ettől függetlenül ez is eléggé hasznos tud lenni. Még annyit, hogy ez a JustBeamit elméletileg nem tárolja az átküldött fájlokat, legalábbis ők ezt írják. Hát azért ettől függetlenül én a szuper titkos dolgokat nem küldeném itt át, vagy legalább akkor úgy kellene megoldani, hogy egy jelszavazott zip fájlban, egy erős jelszóval. Ha mindenféleképpen ezt akarod használni, és valami személyesebb vagy bizalmasabb dolgot akarsz átküldeni, akkor legalább egy jó erős jelszóval védett zipben kéne ezt megtenni. Bár ebben az esetben mondom, én inkább valamiféle más megoldást választanék, de egyébként ugye általában ez nagyon jól használható, és hát tényleg a nagyméretű fájlok is gyorsan átmennek, és nem kell se regisztrálni, se semmiféle programot nem kell használnod.